Leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkben, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölve kékül. Zene szó, ének szó nélkül. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács. Ki bejár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnós hurrag így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajon billegőn járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó koporsó födelen. Fejük fölött neonág, csupa világ a világ, ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édesanyám, gondot miért nem viselsz rám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe pörge majd, pörögve majd, verődve le a földre, föl az égre, szembenézve, sose férre. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacáról, csűrföldjéről. Míg a sátor vagy a júrta tüzemellő röptette föl a csípők, a csuklók térdek katapultja. Vagy régebbről, 20 000-ből, míg a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandulametszését az anyami szent laboratóriuma. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulatország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér és velő hullám hosszán? Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, ének szó nélkül. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnós hurrog így. S amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol. Luther Imre vagyok, s az, hogy most itt találkozunk, az azt jelenti, hogy éppen a YouTube csatornámat nézed. Találkozhatnánk többször is, és ha már itt vagy, akkor iratkozz fel, ha még nem tetted, és nyomd meg a kis csengőt, hogy időben értesülhess arról, amikor egy újabb videó kerül fel a csatornámra. Tudod, a dolgok változnak, a vers örök, az élet őszinte szóért könyörög, és én ezeket az őszinte szavakat és érzéseket tolmácsolom neked, ha engeded.